Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem mást, mint egy monitort fogunk kicsomagolni, méghozzá egy LG 21.9 képarányú ultrawide monitort, ami IPS technológiát tud, és 34 colos. Tehát ez azt jelenti, hogy 87 cm a szélessége. Tehát a doboza, hát elég jól néz ki most, mit lehet mondani egy dobozról. Rajta van a maga a kijelzőnek a képe, illetve hogy milyen technológiát használ, képarányt, pár specifikációt, hogy akár négy részre is lehet osztani a kijelzőt, illetve hogy akár két gépnek a képét is lehet egyszerre megjeleníteni rajta, illetve hogy Mac számítógépekkel is kompatibilis. A tetején körülbelül ugyanezt írja, ha találunk fókuszt, mutatja, hogy kell kibontani a dobozt, hogy szabad hordani, stb. Letenni, hogy ügyeljen rá az ember. Az oldalán széria száma, illetve modell, garanciapapír, stb. A másik oldalán ugyancsak a leírás, hogy ne használjad, hogy ne szedd szét, stb. A hátoldalán pedig semmi érdekes, itt a fuvar, meg mit tudom én, a papírjai, és körülbelül ennyi. Maga a monitor, ez egy új monitor, vártam is rá másfél hónapot, de reméljük, hogy megérte. Ne tévesztem meg senkit a dolog, mivel ki volt már csomagolva, mivel melóba a fiúkkal megnéztük, hogy hogy néz ki, mert hát az az igazság, hogy nem láttunk eddig még ultrawide monitort a valóságban. Úgyhogy kíváncsiak voltunk mind. Hát ezt gyorsan ki is csomagolom. Megakadt a kamera. Na szóval az elő valamiért megakadt a kamera. Kibontottuk ezt az egy kis zacsit. Hát ez a cable managementnek lesz elméletileg egy kis platformja, hogy még egyelőre nem tudom, hogy kell felszerelni, de majd biztos rájövök. A fényviszonyokért sajnálom, de elég gyenge az a mi fényünk, ami van itt a szobában, és mivel este van, a sötét van, ezért nem nagyon van más megoldásom. Adnak egy, hát rövid HDMI kábelt, ezt nem fogjuk használni. Adnak egy áramkábelt, ezt se fogjuk használni, mert van már egy. És itt van maga a tápja a tévének, LG 19 volt, 3,42 amper, 65 volt max, és watt max, beszélek itt félre. És itt van a talpa a monitornak. Ezt se bontottuk ki, de majd most kifogjuk. Ennek eltegyem a kamerát. És itt van a lába. Tehát ez egy átlátszó plexi. Tehát látszik, hogy átlátszó. Így néz ki. Szerintem nagyon pofás. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni majd a kijelzőn. A fóliát még nem veszem le egyelőre, megvárom, hogy összerakjam, nehogy összekarcoljam. És itt van a használati utasítás, leírás, jó vastag. Hát én ezt nem fogom szétszedni bizony. Ezt is oda dobjuk az ágyra a többi cucc mellé. És lássuk. Így néz ki a kijelző. Mint mondtam már, szétbontottam a csomagolást egyszer melóba, hogy nézzük meg a kollégákkal. Na hát én ezt kivarázsolom innen, ami nem egy egyszerű megoldás. Úgyhogy addig ugyancsak leteszem a jelzőt.
Egyúttal le is veszem róla a zacskót, a fóliát, amiben benne van. És itt is van kicsomagolva. Itt van energetikai cuccok, hát ez bézs, elvéletileg nem a legjobb a fogyasztása, mármint elég nagy a fogyasztása, de ez nem probléma. Itt van ez a kis pöcök, egy joystick féleség, esetleg felfókuszálna, ez az. Tehát ezzel fogjuk bekapcsolni, illetve irányítgatni az egész cuccot. Itt vannak hangszórók is, ahogy látom, bár nem is tudtam, hogy van hangszóró is benne. Tehát látszik, hogy nagyon keskeny a káva. Megfordítjuk, hogy lássuk a másik felét is. Így van, hát még rajta van a fólia, amit levettek róla. Hát ez marha nagy egy monitor. Hát olyan semmi különleges, hatalmas LG logó, illetve fel lehet szerelni akár falra is. Itt van egy HDMI csatlakozó, itt oldalt, egy DVI-D, egy Dual Link DVI, egy DisplayPort, mi ezt fogjuk használni, illetve még egy HDMI, audio bemenet, itt a töltés, és egy Kensington zár. Tehát más úgy tűnik, hogy nincs. Hát összeszerelem, és meglátjuk, hogy fog kinézni. Na, feltettem a talpát, poén az egész, hogy két csavar fogja az egészet. Két pozícióba lehet állítani, én most feltettem ezt a cable managementnek szánt valamit, úgyhogy nem látszik, de két pozícióba lehet feljebb, illetve lejjebb állítani. Hát én lejjebb állítottam, mivel nekem az asztal amúgy is elég magas lesz. Hát, meglátjuk. Hát a lényeg az, hogy két darab csavar tartja az egészet. Hát, teljes nagyságban. Így néz ki a kijelző. Hát most a sötét miatt nem sokat lehet látni, de a 107 centis tévéhez képest, ami ugyancsak LG és ugyancsak IPS, szélességben nem nagy a különbség. A 24-es XL2410 XL2420T BenQ-hoz képest, pedig mindjárt meglátjuk, hogy mennyi a különbség, mivel le fogom menni és megnézzük. Tehát most látszik a különbség, itt van a 34-es, illetve mellette a 24-es monitor. Hát magasságban körülbelül ennyi a különbség. Viszont szélességben hatalmas, bele se fér a képbe a két kijelző. Most a tévé átvette a monitor szerepét egyelőre. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz 2560x1080p-be. Böngészni. Tapasztalatok videó majd holnap jön, ha minden jól megy, és akkor fogjuk ki is próbálni, majd reggel megcsináljuk. Na hát, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna a videó, sziasztok!